Sziasztok, üdvözlöm minden Békés Csabáról. És most egy olyan iparvágány fog bejárni, amit már egyszer bejártam, csak akkor még nem elég alaposan, mert azt még akkordig valamikor még nem nagyon csináltam ilyen onnan bejáros videókat. És azóta viszont jobban megnéztem, és abban a videóban rengeteg pontatlanság volt, meg hogy akkor még a fentről pontút nem ismertem. Ez az István Malomhoz vezető vontatóvágány lesz, ami nagyjából itt ágazott ki, egyébként itt a régi Vámudvar területén vagyok, ami ugye 2015 óta, mióta fel lett újítva, itt a vasútállomás már T+-szel parkoló, és valahol ott ágazott ki. És előtte még a Tóth Malomnak is volt egy iparvágánya, ami viszont így korábban, és az ment először a dohánybeváltóhoz, és aztán utána onnan tovább. Szóval az István Malomé az itt jött, és így egy ilyen nagy hívben kanyarodott rá ott az Őr utcára szembe, és talán ott még nagyjából látszik is az így, viszont utána egy ilyen kunkorral átment az út túloldalára, és ezt az elején rosszul mondtam, nem ezen az oldalon ment, hanem itt a nagyjából ott a járda és az úttest között valahol, de majd mindjárt átmegyek, és akkor ezt megmutatom a másik irányból. És így, mondjál, akkor itt valahol így volt az ír, de majd bevágom ide a képet a fentről.hu-ról. Ez tökéletesen látszik, így kiadja az ívet, és egy távolabbiról még a dohánybeváltónak a korábban kiágazó vágánya is. Megvan, tehát itt jött, így, az Őr utcánál, és aztán ott csinált egy kunkort, és ment át a túloldalra. Az István Malom elődjét Epstein Lipót építette 1850 és 1851 között. Ez a malom később Deutsch Bernát tulajdonába került, majd 1872-ben a gyulai Rosenthal Márton szappad és gyertyaöntőmester vette meg. Ő építette fel a három emeletes új malomépületet, melyet két 300 lóerő teljesítményű gőzgép hajtott, és 15 molnár irányításával napi 16 vagon finom lisztet őröltek meg benne. A malom 1915. március 6-án lisztrobbanás miatt leégett, így a mai formát az ezt követő új építés után nyert. Rosenthal Márton nevében Kovács Mihály építési engedélyt kért egy vasútvonalra, mely a községen keresztül vágva összeköti a MÁV állomást a malommal. Tekintettel a megnövekedett forgalomra a Kereskedelmügyi Minisztérium 1917. november 8-án kiadta az építési engedélyt. A felépítmény 23,6 kg súlyú használcsinekkel épült, a legnagyobb emelkedés esélyt 6000 elég lett. 1950-ben a teljes hálózatot átvette a MÁV, ekkor jelentek meg itt a MÁV 377 sorozatú gőzmozdonyai, később egyébként M28-as mazsolákkal is végezte kiszolgálást, és egészen a 1971-es forgalom megszüntetéséig mazsolák jártak. 1964-ben felmérés készült a vontatóvágány forgalmáról, összes beszállítás 57.864 tonna, összes kiszállítás 59.258 tonna. Ez egyébként a malom teljes forgalmának 76%-a volt, a többi közúton lett elforozva, hogy ekkora már a keskeny nyomtávú összeköttetését megszüntették. 1967. július 31-én kimondták le a halálos ítéletet. Az akkori jegyzőkönyvekből kiderülnek az adatai. Engedélyezett sebesség 5 km/h, engedélyezett vontató járműek 374 és M28 sorozat, engedélyezett kocsi tengelytáv 4 méter, teljes pálya hossz, üzemi 4065 méter. Kiszolgáló menet ideje 90-től 100 percig, tehát még egyszer mondom, ez 4 km, tehát kb. 8 km tett meg ilyen sebességgel. Forgalom azonban nem engedte a vágányt megszüntetni, így az tovább üzemelt. De 1971 telén nagy károkat szenvedett az iparvágány, és hát ezt nem tudták végül helyreállítani. És 1971. május 9-én a KPM kiadja a megszüntetés időpontját, és véglegesen 1971. június 30-án szűnt meg a forgalom. A bezárás évében készült jelentésből. Jelenleg a vágány állapota oly mértékben omlott, hogy a vágányon a forgalom biztonságos lebonyolításáért felelősséget nem lehet vállalni. Közúti útátjárók felfagyása 75-110 mm, Bartók Béla út ív nyomtávolsága 1480 mm, 1435 a normál nyomtáv zárójel. Az építőipari vállalat munkahelyével párhuzamos részen a munkagépe a vágányban anyagot szórnak el, mely be van tömve és felfagyva. Malom területén az első-második vágány vezetősín fel van szakadva és felfagyva a kövezet részen, 70-100 mm. Békés Csaba 1971. január 18-a. Bökő Károly pályamester. És nagyjából itt már lehetett az, ahol itt átjött a túloldalra már az iparvágány, tehát valahol itt a járda és a úttest között ment. És itt vagyunk az Őr utca, Kazinczy utca kereszteződésben. Szerintem itt
már nagyjából a járda vonalába mehetett. Igazából a távpont lehet talán az az épület, amivel akkor is állt. Vagy legalábbis egy hasonló földszintes állt itt, nem biztos, hogy pont ez. De ugye nyilván a lakótelep építésekor itt azért szanáltak egy pár épületet. És itt mellettünk sem, mert akkor még nem a lakótelep volt, mikor ez a vágány még üzemelt, hanem itt volt a dohánybeváltó. Ahova egy másik iparvágány jött, ami nem innen ágazott ki, hanem még ott korábban a vasútállomásnak a lakodóján. Tehát itt jöhetett nagyjából, itt az ott, és erről van egy ilyen fentről ponton egy kép, azt majd be fogom ide vágni, ott jól látszik, hogy egyenesen ment tovább a piac fele, viszont még előtte volt kiágazás mindkét irányba, mert volt egy kiágazás az egykori Tótmalomhoz is, illetve a Körös Kazángyártóhoz is, ami a Trefort utcában volt egy picivel arrébb, be fogom járni majd azt is. És valahol itt mehetett a vágány egyébként, szerintem inkább az út szélén. És itt vagyunk nagyjából, ahol szétágazott az egykori iparvágány, itt egy nagy évvel fordult itt ki a Bartók fele. Itt meg egy darabig ment egyenesen a piac fele, és itt volt egy másik elágazás, ami bevezetett itt akkor valószínűleg egy ipartelep lehetett, és oda. És a másik pedig utána a másik ível ment a Trefort utcán végig, és a Kazángyárig. A lakótelep az nyilván akkor még nem volt itt, hanem itt egy üres plasz volt, és ott egy nagy ível tudott elfordulni. Ugye szemben van most a piac, akkor még az se volt itt. És ide viszont bevezetett, aztán mindjárt megmutatom. Most látjátok, itt volt valami üzem, és ide vezetett be egy vágány. Szerintem ez volt egyébként az egykori iparvágánykapu, mert tényleg ilyen ívbe jött. És egyébként egy kis személyes érintettség itt annyi van, hogy ott van a hátsó bejárata, illetve az épület az már az iskolához tartozik, de ide jártam középiskolába. Ugye a gépészeti számítás technikai, bár még szerintem már másképp hívják. És ahogy láttam, itt most éppen egy új trafóházat építenek, azért van itt szétszedve minden. Valószínűleg ezt a régit se rejtezik ki, és eljött épül egy új. Ez nekünk azért volt csak érdekes, mert emögé lehetett kiállni, cigizni, és itt a trafóház mögé elbújva nem látszottunk az iskolából, de hát ez kis mellékszál. És ott látjátok az új trafóházat, ez most épült ide meg. Sőt, szerintem még át sincs adva, mert itt nagyon fel van szedve minden, tehát ez ország emiatt van. Ez a régi, ez már itt volt 20 éve is, tehát szerintem ezt most fogják is elejtezni, és a helyet épült az új nagyobb kapacitású. És ez volt egykor a Körös Kazángyár, idáig vezetett a vágány, valahol kicsivel arrébb lehetett a becsatlakozás. Az most így már nehéz megállapítani. Szóval itt a ház helyén valahol jött az ív, és nagyjából szerintem itt lehetett, ahol most állok, és így arrafele ment tovább. És itt viszont még egy érdekesség volt, de majd erről is vágok be képet, mert szerencsére erről is még van, hogy itt szintben keresztezte az Alföldi első gazdasági vasútvonalnak a Békésebb a Békés közötti szakasz, vagy hát pontosan a Békésebb a Vésztő kereszteződésen átjéve. Itt jött keresztbe az Alföldi első gazdasági vasút, és itt nagyjából itt jött át, és itt ment tovább egyenesen. Errefele is még erről is van kép, itt még helyszíni kép is van, mikor a Bartókra kifordul egy ívvel. És itt látjátok, nagyjából ennyi. Itt megmaradt a vágánynak a helyéből. De itt ment, itt a járdőzökölt, és innen volt az íva, hogy kifordult a Bartókra. Másik irányból is felvéve, innen fordult ki egy nagy ívben, és itt a bicikliút helyén volt a nyomvonal. Akkor gyorsan megmutatom, aztán lemegyek a járdára, mindig jön egy biciklis, de itt ment egyenesen, nagyon sokáig. Hát ez ektől ide épült a nyomvonalra a bicikliút. És itt ment egyébként tovább a vágány, viszont ott hamarosan ott átfordult, és egy hídon az élővíz csatornán keresztül ment a Malom fele. És innen van egy jellegzetes kép, amikor egy mazsolával így innen jön éppen a vonat, az be fogom ide vágni. Ez az épület már akkor is állt, a toronyház még szemben nem. Ez később, ezt a 70-es években építették, akkor már felszedték a sineket. De ez Békésebb egyik legmagasabb lakóháza, úgy tudom, az a 10 emeletes vagy 11 emeletes toronyház. Tehátok, és itt fordult itt az iparvágány, és ezen a Ferde hídon keresztül ment át a élő csatornán, és itt a csatorna partján ment tovább. Egyébként itt egy felújítás alkalmával mi találtak talpfákat, úgy tudom, illetve a Bartókon is még
2005 környékén, vagy 2004 volt egy gázvezeték csere, és akkor is előkerült egy pár talpfa a földből, de ezen túl már semmi. A hidat megmutatom erről az oldalról is. Kicsit csalóka a dolog, mert nem így jött egyenesen, hanem korabeli képek látszik, hogy itt a korlátvonalát követte, a korlátnak nyilván azért van ilyen nyomvonala, de itt jött. És itt, ahova ez a gyalogjárda épült, itt ment végig egyenesen a vágány. Erről is van egyébként kép, majd bevágom ide, hogy egy gőzössel itt mennek a malom fele. És itt jött át a vágány akkoriban, és itt már szétágazott több részletbe, és itt a mostani peron büfé helyén, itt már egy mini rendező volt, és itt az István malom, és ide vezetett be. És itt is a szétágazó iparvágány, tehát a fentről pontos képeken, hogyha jól emlékszem, akkor két normál nyomtávú és egy keskeny ment be, és még a malom területén belül is ágaztak széjjel. Két az István malom történetéről egyébként annyi, hogy 1971 után még azért működött, egészen 2005-ig ugye egyre csökkenő kapacitással, de még üzemelt. 2005-ben zárt be végleg, legalábbis mint malom funkcióba is. Hát voltak rá mindenféle tervek, hogy lehetne ezt az épet hasznosítani, mert egyébként műemlékvédelemmé van nyilvánítva. Tehát volt arról szó, hogy szálloda lesz belőle, volt arról szó, hogy múzeum, de gyakorlatilag üresen állt nagyon sokáig, és néhány éve meg ugye tűzütött ki benne, és hát majdnem teljesen leégett. Hát most ilyen állapotban látjátok most is. Tehát nem tudni, hogy mi lesz majd a sorsa. És hát ez pedig a peron büfé, de szerintem ezt is bemutattam már nektek egy korábbi videóban. Ugye a Békéscsabai turisztikai főpályaudvar részeként épült ide. Ugye két négy tengelyes kocsi és egy C50-es mozdony. Egyébként az Alföldi első gazdasági vasúton pont C50-esek nem jártak, legalábbis ezen a Békéscsaba-Vésztő szakaszon úgy tudom, hogy nem, MK48-asok voltak az utolsó években egyébként gőzösök. A dízelesítés az pont az 50-es évek végére fejeződött be, és rá egy-két évvel később meg is szűnt a kisvasút. De C50-esek úgy tudom, sose jártak rajta. Még kiágazott a Kossuth téri állomásból az Alföldi első gazdasági vasútból is egy iparvágány ide a malomba. Egy filmhíradós felvétel van erről, majd ha megkeresem nektek, és megpróbálom ide betenni, ahol látszik 1945-ben készült innen, és a keskeny és a normál nyomtávolságú vonalak is látszanak rajta. De ez az egy felvétel volt, ami így fennmaradt. És innen látszik jól mind a két egykori iparvágánykapu. És egyébként majd vágok be innen majd légifotókat is, ahonnan még a malmon belüli egykori vágányhálózat is látszik, amiben már semmi sem maradt. És hát akkor ennyi lett volna ez a kis rövid bejárásos videó. Vontatóvágány története Békéscsabán. És egyébként a városon belül itt rengeteg vágányhálózat volt, keskeny és normál egyaránt, és hát ebből már nem maradt semmi. Az egyetlen megmaradt iparvágány, ez az északi ipartele fele van, ahol még azért szorványosan ma is van kiszolgálás. A legnagyobb forgalmat ott adó konzervgyárban már nincsen, de azért van ott még egy pár kisebb telep, amit vasúton szolgálnak ki. És itt volt egykor a kisvasútnak a kis hídja. Hát valahol itt. Itt ez véged, és így átlósan ment be a malomba. És így innen ezen az utcán kanyargott végig. És egyébként úgy tudom, még a kórház fele is ment tovább az a keskeny vágány. Már ez a régi fotókon nem látszik egyértelműen, de mintha itt errefele is lett volna valameddig. És hát akkor ez a videó, ez ennyi lett volna. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, majd találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!